A számlázással kapcsolatos szabályok és kötelezettségek évről évre szigorodnak hazánkban. Tavaly július előtt már minden cégnek, egyéni vállalkozónak, illetve adószámmal rendelkező magánszemélynek és szervezetnek regisztrálnia kellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online felületén. Akkortól ilyen formában minden üzleti tranzakció számláját azonnal jelenteni kellett a hatóságnak, mindez pedig szinte valamennyi kis- és középvállalkozót érintett. Január 1-től újabb körre terjedt ki az előírás. Ez azt jelenti, hogy azok, akik eddig magánszemélyeknek és csak külföldieknek számláztak kizárólag, nem voltak kötelezettek erre az adott szolgáltatásra, viszont ezen túl már meg kell tenniük, tehát be kell jelentkezni mindenképpen ebbe az adatszolgáltatási rendszerbe, ezt elektronikusan meg kell tenni. Illetve fontos, hogyha egyszerűsíteni szeretnének a feladatukon, akkor a NAP-nak egy online számlázó programja is rendelkezésükre áll, amelyet le is tölthetnek, és elektronikusan ki tudják állítani a számlát. Ez azért könnyebbség, mert hogyha valaki ezt az adatszolgáltatási formát, illetve erre az adatszolgáltatási formára kötelezett, akkor ezt online meg tudja azonnal tenni ennek a programnak a segítségével. Papír alapú számlázásra a jövőben is lesz lehetőség, a várakozások szerint azonban ez fokozatosan visszaszorul majd. Ennek oka, hogy ezeket is egyenként rögzíteni kell a NAP felületén. Ez ugyanakkor jóval időigényesebb, mint a különböző programokkal végrehajtott számlakiállítás, ami ráadásul egyidejűleg rögtön meg is osztja az adatokat a hatósággal. Az átálláshoz április 1-ig érvényben van türelmi időszak, azt követően azonban büntetik a hibás vagy elmulasztott adatszolgáltatást. A 2021. január 1-től kötelezettek részére 3 hónapig moratóriumot kínál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt nem fogjuk szankcionálni a mulasztókat. Nagyon fontos, hogy fel tudjanak készülni a megfelelő adatszolgáltatásra, tehát sokak még csak most jelentkeznek be a rendszerbe, tehát eddig az időszakig nem kerül szankcióra. Természetesen a moratóriumi időszakot követően számíthatnak szankcióra a mulasztók. Magánemberként 200 ezer forintig, cégekként pedig 500 ezer forintig terjedő bírsággal szankcionálható, hogyha valaki elmulasztja ezt az adott szolgáltatási kötelezettségét. Az intézkedés egyébként az adózás úgynevezett kifehérítésének céljából született meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja, hogy átláthatóbb legyen a számlázás, és mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek esetében visszaszoruljanak az adócsalások. Ezen túlmenően pedig a NAV számára a május 20-i adóbevallási tervezetek elkészítéséhez is könnyebbséget nyújt az adatszolgáltatás.